Elkezdődött a világ leghosszabb pontyfogó versenye. 150 csapat 187 órán át küzd a legjobb eredményért a Balatonon. A 11. nemzeti balatoni bojlis horgászversenyre az egész országból érkeztek résztvevők. Az összetett első helyezett 2,5 millió forintot nyer, de ezen kívül díjazzák a 25 kg feletti fogásokat és a legnagyobb pontyokat is. Reggelihez készülődik az MBT Carp Team egyik fele, amíg a társaik partot érnek a motorcsónakokkal. A Somogy vármegyei csapat most először indult a Nemzeti Balatoni Bojlis horgászversenyen. Az első nap az nagyon fárasztó volt, reggeltől estig pakoltunk, tábort építettünk, aztán 2 órától lehetett vízre menni. Akkor leütöttük a GPS pontok alapján a szektorszéleket, szektorhatárokat, helyet kerestünk. Fárasztó volt, a 9:45 fele kerültek be a botok. Azóta sajnos még kapásunk nem volt. A csapat már összeszokott módon működik, hiszen számos alkalommal horgáztak együtt. A nemzeti megméretésre közös taktikával készültek. Az a szabály, hogy ha elsőfokú viharjelzés van, akkor csak 500 méterig mehetünk be. 500 méteren belül helyeket horgásszuk most, és a bent 500 és 800 méter közötti etetéseinket azt még pihentetjük, és majd egy pár nap múlva szeretnénk oda kiváltani. Láttunk jó alakat a radaron azon a részen, és azt még békén hagyjuk, csak bojlit kapnak még. A somogyi csapat a csalogató bojli mellett egyedi, úgynevezett elhagyó súllyal is készült a világ leghosszabb pontyfogó versenyére. Ahogy a mindenütt, úgy a Balatonban is tilos az ólomsúlyok használata. Egy alternatív megoldást próbáltunk kitalálni arra, hogy egy olyan súlyt öntsünk, ami kapásnál leakad, és nem szennyezi a vizet, a környezetet. Nem a legmegfelelőbb az időjárás, mondják a horgászok. A szokatlanul meleg október miatt a pontyok mélyebbre úsznak, megnehezítve ezzel a pecások dolgát. Így a gyöngyösi csapatnak sem akadt még vasárnapra értékelhető pontja horgára. Ez azonban nem szekte kedvüket, folyamatosan figyelték a jelzést. Amíg az északi parton tükörsima víz mellett vártak a fogásra a horgászok, addig a déli parton Siófoknál elsőfokú viharjelzés mellett telt a szombat éjszaka az erős szél miatt. Az eddigi tapasztalataim alapján ez a déli oldalon ez az északi szél ez jó szokott lenni, úgyhogy nekünk ez tetszik, most már levették a viharjelzést is, tehát be is tudjuk húzni a botjainkat azokra a távokra, ahova szeretnénk. Reméljük, hogy jó lesz. A Bravo Carp Team tagjai az ország 4 pontjáról érkeztek, bár az MBBH-n már részt vettek korábban, most először indultak ebben a felállásban. Fél évet készültek a versenyre. Az egyik csapattagunk csak az étkezéssel foglalkozik, ő a szakácsunk, ő vásárolt meg mindent a 8 napra evés-ivás szempontjából, én voltam a csali felelős, tehát szépen mindent kiosztottunk. A bojlik pelletek a többi közt magas minőségű hal, máj, vér, növényi lisztekből állnak. Vonzó illatuk, tápláló beltartalmuk, fogóságuk lényege. Főleg olyan vizeken működnek jól, ahol sok a bojlis pontyhorgász. Tojással készül, és erősen fűszeres. Tehát tényleg paprika, bors, fokhagyma, amit csak el tudsz képzelni, minthogyha egy kolbászt készítenél. 30 balatoni településen zajlik egy héten át a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny. Idén 150 csapat méri össze pontyfogó tudását a tó körül, mint minden évben, most is sorsolás alapján dőlt el, hogy melyik csapat melyik kijelölt helyen horgászhat. Most ezen az idei versenyen odáig eljutott a tónak a halállománya, a vízkezelőnek és a tó adottságainak köszönhetően, hogy 10 kilós a legkisebb hal, amit bemérhetnek a csapatok a versenyen, és csak az számít a tabellába, csak az érvényes a versenyben, annak számít az eredménye tulajdonképpen, aki a 10 darab 10 kilón felüli halat meg tudja fogni. Ez egy nagyon komoly kihívás, amit a világ egyetlen horgászvizén sem lehet megrendezni így 150 csapattal. A nemzeti verseny nem csak helyet kínál a horgászoknak, a szervezők a sportra is szeretnék felhívni a figyelmet. A halak védelmével, a halakkal való sportszerű bánásmóddal pedig példát szeretnénk mutatni a többi horgásznak is, és nem utolsó sorban szeretnénk bebizonyítani azt, hogy a Balaton a világ legjobb horgászvize, hogyha pontyozásról van szó, hiszen fantasztikus halakat lehet belőle fogni.
A 187 órás megméretés szombatig tart, az összedett első helyezett 2,5 millió forintot nyer, de ezen kívül díjazzák a 25 kg feletti fogásokat és a legnagyobb pontot is.